Tehát három fogalomban foglalnák össze, hogy ez miről szól. Az egyik a kockázatvállalás, az esésekről szól. A másik a kreativitás, ami arról szól, hogy mennyiféle variálási lehetőség van a gördeszkázásban. A harmadik pedig a közösségteremtés, mert a gördeszkázásban a közösség az, hogy egymást húzzuk, egymást inspiráljuk, hogy mit tanuljunk meg, az nagyon fontos szerepet játszott, úgyhogy tulajdonképpen a kiáltás ezekről a fogalmakról is beszél. Mióta gördeszkázol és miért kezdted? Hát én 2 hónapja gördeszkázok, de így komolyabban csak egy pár hete kezdtem, hogy mert eleinte csak az érdekelt, hogy maga az, hogy 4 keréken gurulok és nem kell fognom semmit, mint a biciklinél vagy a rollernél kormányként. És a maga szabadság miatt kezdtem el, mert ahogy csak így suhan az ember a gördeszkán, szerintem az a legjobb érzés. Mi az, ami a legjobban megfogott a kiállításban? Hát szerintem az egész stílusa nagyon tetszett nekem, hogy nem egy ilyen mindennapi múzeumi kinézet, hanem sokkal inkább ilyen street artosabb és lazább. Ezt a kiállítást ezt hosszú kutató munka előzte meg. Először a barátokat toboroztuk össze, akikkel együtt deszkáztunk. Zsolt kapta a felkérést, és akkor ő szólt nekem, hogy majd segítsek benne. Aztán ilyen hosszas szervezkedés után jött létre. Nem teljes körű sajnos, azt kell, hogy mondjam, de folyamatosan fejlődik így az utolsó pillanatokig is. Mi tetszik ebben a kiállításban? Hát ez egy nehéz kérdés, mert teli van rengeteg fényképpel, gördeszkával, mindenféle vetítéssel, de nekem leginkább a képek tetszenek, mert ezek adják át a legjobban az igazi gördeszkás életet. Ami nagyon érdekelt minket az volt, hogy olyan újságcikkeket találjunk, amik a gördeszkázásról szólnak abban az időben, amikor mi fiatalabbak voltunk. Azért is, mert mi nem olvastuk ezeket az újságokat. És ez egy nagyon érdekes része lett a kiállításnak, hogy olyan cikkeket láttunk, ami rólunk szól, hát így a deszkásokról szól, de akkor minket ez egyáltalán nem érdekelt, hogy mit írnak az újságok. Úgyhogy én azt remélem, hogy az, aki adott esetben nem deszkázik, de sok deszkást lát, vagy deszkás ismerőse van, és eljön erre a kiállításra, az megérti, hogy ez nekünk miért olyan érdekes, és miért szeretjük annyira csinálni, és azt is megérti, hogy miért pont a gördeszka lett szimbólum, és miért nem a BMX biciklim.